Tehát talán a mai blokknak az utolsó előadása Konfliktusok békésen címmel választottam, és egy kérdőjelet tennék ennek a címnek a végére, ugyanis egy picit antagonisztikusnak tűnik. Ha a konfliktus szót halljuk, akkor bizonyára az én fejemben legalábbis igen, de azt gondolom, hogy a többség fejében is valami picit negatívabb és kellemetlenebb dolog, valamiféle harc, valami negatív kicsengése vagy érzelmi háttere van ennek a szónak, és akkor hogy is jön ehhez az, hogy békésen, béke. Mondhatom, hogy talán megpróbálok erre most némi tippet, némi gondolatot adni, hogy ez valóban működhet is. Én valamikor a középiskolában latin tanultam jó néhány évig, úgyhogy most alapvető volt, hogy eszembe jutott, hogy megnézem ennek a szónak a jelentését. Látható, hogy ahogy a szótárt lapozgattam, hogy ez egy alapemberi működés, hogy konfliktus, mármint a fogalom alapemberi működésünkkel összefügg, hiszen mint főnevekben, mint igékben több szót, több magyarázatot találtam rá. Természetesen az alapjelentés, az összeütközés és az összetűzés, de igei vonzatban, tehát a konfliktus, illetve a konflikció mellett a konflió, illetve a konfligó szavakat találtam. Amiben pedig olyanok szerepeltek, hogy küzd, dulakodik, nehéz helyzetbe hoz, szorongat, meggyötör, nehéz helyzetbe jut, illetve nehéz helyzetbe van, küszködik valamivel, illetve szenved valamivel. Másrészt viszont, ugye, itt még az összecsap, perlekezik, ellenkezik, ellentétben van szavak mellett, találtam egy olyan magyarázó értelmezést is, hogy összetart, egybevet. Ez némileg nekem, mintha reményt adna arra, hogy egy konfliktusból milyen megoldások is adódhatnak, hiszen az összecsapás, illetve egybevet, összevet nekem egy picit a megoldás irányában is adja az irányt. Ha a konfliktussal kapcsolatos kulcsszavakat összegyűjtjük, az ütközés, illetve az ellentéten túl, akkor nagyon fontos megemlíteni az energiát. Ezek az konfliktus helyzetek többnyire magas energiaszinttel járnak, illetve a további kulcsszó az érzelmek, hiszen ilyenkor mi magunk is tapasztaljuk, hogy akár pozitív, akár negatív, de elsősorban negatív érzelmeket keltünk magunkban is, illetve a másikban is. A vita szó az, ami még kulcsszónak fölírtam, illetve az eszkaláció. Na most mindezeket, hogyha lefordítjuk a gyakorlatba, hogy ezt hogyan is látjuk, hogyan tapasztaljuk, érezzük a bőrünkön, akkor azt látjuk, hogy valami gond van a kapcsolatokban. Valami gond van a kommunikációban, bedugulnak az információk, elmérgesedik a légkör, párbeszéd hiánya alakul ki, és mindenki fújja többé-kevésbé a magáét, mintha süketek párbeszéde lenne ez az egész. Nagyon érdekes, hogy akár az információ bedugulása, vagy az információval való elégtelen ellátottság, mint a konfliktus egyik lehetséges oka, akár a félreértelmezésből, tehát az infónak a konkrét tényszerű ismeretén túl, annak az amögött lévő vélekedésből, sejtésből, előfeltételezésből is adódhat. Hogyha a konfliktusokkal kapcsolatos attitűdünket, hozzáállásunkat, illetve érzeteinket megnézzük, akkor ugye elsődlegesen ez a negatív beállítódás a többségnél. Hiszen mindenki tapasztalta már, hogy konfliktusba kerülni nem igazán jó. Lehet, hogy győztesként kerülünk ki belőle, azonban az is elképzelhető, hogy fájdalmat okoz ez nekünk. Fájdalmat pedig általában mindenki kerüli, vagy tussolja, vagy legalábbis megpróbálja csökkenteni. Tehát a konfliktussal kapcsolatban kettő szemléletmód van, úgymond. Az egyik a rossz, a másik a jó. A rossz az, hogy tagadom, nem szeretem, kerülöm, nem kell. A másik pedig az, hogy hát igazából azért vannak olyan konfliktusok, ami jó is lehet, és jó ezt kiprovokálni akár, hiszen
a konfliktus, a jó konfliktusból akár előny is származhat. Egy jó konfliktus az újra, a másra, a jobbra is lehet egy lehetőség. Természetesen a jó, illetve a rossz konfliktusok aránya jó, ha egy optimális szintet elér. Mindenképpen egy pezsgést hoz, megakadályozza azt, hogy elkényelmesedjen az ember, vagy az a környezet, ahol vagyunk. A konfliktusoknál nagyon fontos az a szemlélet, hogy hogyan állunk hozzá. Ugyanígy csak nekem lehet igazam, vagy lehetőséget adok a másiknak, hogy akár valami más szemszögből megnézve a dolgot, lehet, hogy neki is igaza lehet. Konfliktusok alapvető okát én a különbségekben látom. Különbségek mit lehetnek? Különbségek lehetnek különböző értékekben, érdekekben, indítékokban, véleményekben, információkban, különbség lehet erőviszonyokban, vágyakban, stb. Stb. Tehát van egy kis körünk, amit mi szeretnénk, ha ezt nem tudjuk érvényesíteni, akármilyen oknál fogva, akkor konfliktusba kerülünk. Fontos az, hogy fölismerjük, hogy ezek az okok vajon tényleges okok, avagy vélt okok. Amikor egy konfliktus megoldásban akarunk, tehát egy konfliktust szeretnénk megoldani, akkor lehet, hogy érdemes vélt indítékok, vélt érdeksérelmek, vélt dolgok mögé is nézni, hiszen hogyha tisztázzuk a dolgokat, akkor elképzelhető, hogy már maga a konfliktus is megoldódik. Tovább haladva itt a konfliktus téma didaktikus ismertetésén, ugye a konfliktusok típusait definiálhatjuk intrapersonális, tehát személyen belüli, illetve személyek közti, csoportok, szervezetek, illetve ahogy haladunk, társadalom, stb. Között. A személyen belüli konfliktusoknál, azaz a belső konfliktusok elsősorban döntési helyzetekben, választási helyzetekben jöhetnek elő, normáinkkal, erkölcsi értékeinkkel, vagy ugyanígy a szervezetben, egy csoportnál ugyanezek az ellentétek alakulhatnak ki. Megemlíthetjük még a különböző szerepkonfliktusokat, amikor adott egyén több szerepet tölt be, és ezek nem kompatibilisak egymással. Ha csak arra gondolok, mint ma egyik legjobb téma a munka és magánélet viszonya, tehát itt is a dolgozói szerepünk, a főnöki szerep akár, és a családanya, családapa, eltartó, bármiféle szerep már is jön. Gondoljunk itt megint azokra a szituációkra, amivel szintén nagyon sokat találkozunk a gyakorlatban, amikor kineveznek egy új vezetőt. Egyáltalán ez mindig nagyon jó téma, hogy a vezetői szereppel való azonosulás, mit kell csinálni, miért nem működik, stb. Stb. Ezt még egy picit bonyolítja az a helyzet, amikor a saját csapatából válik valaki vezetővé, hiszen akkor itt akár a lojalitás, vagy bármi egyéb miatt nem képes azt a szerepet betölteni valaki, vagy nehézséget okoz ez számára. A további csoport, illetve szervezetközi konfliktusok, azt hiszem mindenki megéli ezt a munkahelyén, az előzőekkel együtt természetesen. Itt viszont figyelnünk kell azokra a tényezőkre is, hogy gyakran, amikor egy-egy ilyen konfliktus van szervezetek, illetve csoportok között, akkor nem biztos, hogy csak arra kell figyelni, hogy mi az az ok, hanem itt már figyelembe kell venni azokat a tényezőket is, hogy lehet, hogy én azért húzok ahhoz a csapathoz, vagy ahhoz a közösséghez, hogy az én odatartozásom. Lehet, hogy nem igazán értek én már egyet itt a konfliktus során azt, amit képvisel a csoport, de oda kell tartoznom, mert nekem ez ad biztonságot. Figyeljünk ezekre a társas kapcsolatokra is, illetve ezt érdemes felgöngyölíteni, illetve meg ráfigyelni. Most nagyon könnyen adódik a kérdés, hogy jó, persze, igen, ezt minden nap megéljük, de hát akkor igazából mit is tudunk csinálni. A másik kérdés pedig az, hogy amitán túl, hogy akkor hogyan is csináljam én ezt, hogy jó legyen.
Ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, akkor a mithez, amiket itt felsoroltam, jó néhány kulcsszót, vagy ütközés, ellentétek, stb. Igazából ezt kell megfordítanunk. Erre kell megoldást találnunk. Tök egyszerűnek tűnik, csak éppen a gyakorlatban ez nagyon nehéz. Amennyiben rajtam áll ez a dolog, akkor én tudok is érte tenni valamit. Amennyiben viszont rajtam kívülálló dolgokkal szembesülök, akkor amit tudok csinálni az, hogy a saját viszonyulásomat módosítom, változtatom meg, és itt már jó néhány előttem lévő előadásban elhangzott az átkeretezés, a tudatosítás, a stb. Megküzdési mechanizmusok, ezeket tudom igazából elővenni. Azt, hogy úgy általában hogyan is viselkedek én, vagy hogyan is viselkedik az a szervezet, mi az az elfogadott kultúra, az a norma, ami nálunk működik, erre talán nagyon sokan ismeritek, vagy ismerik a Thomas Kielman modellt, ahol az 5 viselkedési stílus jelenhet meg, attól függően, hogy a saját, illetve a másik érdekét tekintem, illetve a cél, illetve a kapcsolat témára koncentrálok. Ismertetésképpen. Tehát az 5 stílus, ami általában jellemző mindenkire, természetesen az a jó, ha mindent tudunk használni az adott helyzethez passzítva. A 2 koordinátorrendszer ugye a saját, illetve a másik érdek, cél, illetve kapcsolati vonal. Attól függően, hogy melyiket tekintem fontosnak, melyik az, ami számomra akár rövid távon, akár hosszú távon elérhető és kivitelezhető, viselkedhetem úgy, hogy megyek, mint a tank, és cápaként működve a saját érdekeimet, a másikat és a másikkal való kapcsolatot eltiporva működöm, tehát ez a versengő típus. Hogyha számomra nem fontos sem a kapcsolat, sem a cél, sem a saját érdekem, és kivonulok a dologból, akkor elkerülőként, amennyiben a kapcsolat számomra sokkal fontosabb, mint hogy elérjem azt a célt, vagy saját érdekeimet érvényesítsem, akkor alkalmazkodni tudok. Illetve ha mind a 2 paraméter fontos számomra, akkor ugye együttműködés, mint az egyik legoptimálisabb, és ha némi kompromisszumra hajlandó vagyok, akkor mindezt a kompromisszum követő magatartással írhatom le. És erre nagyon jó kis hasonlatok vannak, mint cápa versengő, béka, teknős béka, mint elkerülő, hiszen ő behúzza a fülét, farkát, alkalmazkodó, simogató, kedveljenek, szeressenek engem, mint mondjuk plüsmaci, bagoly, mint az okos, együttműködő, és a róka, mint a ravasz, kompromisszum elfogadó. Természetesen mindezek adott helyzettől függnek, hogy mikor mit érdemes. Egy-egy konfliktus kapcsán mindenki fölméri, hogy mikor érdemes fejjel a falnak menni, mert igen, bizony igazam van, vagy mikor érdemes inkább csigaként visszahúzni a kis szarvaimat, és kivárni a kedvezőbb alkalmat, erőt gyűjteni, és egy másik stratégiával ismételten belemenni abba a helyzetbe. Szervezet, ha most nem csak személyi szinten, hanem szervezeti szinten egy picit átmegyünk ebben a modellben, akkor azt is érdemes tudni, hogy abban a szervezetben mi egyáltalán felszínre jöhetnek-e a konfliktusok, megengedi ezt a szervezet, illetve mi az a norma, ami szerint én egy konfliktust kezelhetek. Lehet, hogy ez is már okoz egy konfliktust köztem és a szervezet között, mert én így szeretném, a szervezet viszont kivet magából. A továbbiakban szeretnék arról beszélni, hogy akkor hogyan is tudjuk ezeket a konfliktusokat megoldani. Egy ütközést hogyan lehet kiegyensúlyozni, ha pufferoljuk azt, illetve együttműködésbe fordítjuk át. A pufferolás az nagyon könnyűnek tűnik, hiszen mint Raiffeisen Bank reklámjában is látjuk az árfolyamgát elleni pufferpárnákat, de hogy ezt a gyakorlatban hogyan is csinálhatjuk,
Én erre elsődlegesen azt írtam föl magamnak, hogy talán egy picit a fejünkben fordítsuk meg a hozzáállásunkat. Próbáljuk meg azt az adott helyzetet, azt az adott konfliktust pozitívan értékelni, lehetőségként fölfogni, és akkor már is a beállítódásunk a megoldás felé fog menni, és nem lesz annyira éles az ellentét a felek között. Célszerű a másik fél álláspontját megismerni, és tisztelni azt. Tehát egy-egy konfliktusnál is, többek között, mint minden másnál, a bizalom alapvető. Bízzak a megoldás lehetőségében, bízzak abban, hogy a másik is hajlandó lesz, és természetesen én is annak megfelelően viselkedjek. A pufferolás jelenti azt, hogy a szélsőségeket próbáljam tompítani. Próbáljam a távolságot és ezt a különbséget csökkenteni gondolkodásban, felfogásban, szemléletben, ami közöttünk kialakult. Mindenhez természetesen az szükséges, hogy figyeljek oda a másikra, és ne csak a formális figyelés, hanem tudjam is, hogy mit mond a másik, értsem is, hogy mi van mögötte. Fordítsak arra figyelmet, illetve energiát, hogy próbáljam meg kideríteni, hogy mi lehet az indítéka a másiknak, miért viselkedik úgy, ahogy. Hiszen lehet, hogy félreértelmezem, és nem is az van mögötte. A nyitottság és a rugalmasság az alapvető mindezekhez. Következő pont az ellentét. Ellentét helyett próbáljak meg közös pontokat találni. Ehhez valós szándék és elkötelezettség szükséges annak irányába, hogy meg akarom oldani ezt a problémát. Két fél közül, vagy több fél közül, ha bármelyiknek is ez nincs, akkor én meggebethetek, vagy bármelyik meggebethet, nem fogunk eredményre és megoldásra jutni. Az álláspontokat igyekezzünk kimozdítani a holdpontról, próbáljunk meg finomítani, más megközelítési módokat behozni, alternatívákat találni, megoldásokat közösen kidolgozni, és lehetőség szerint nyerő-nyerő helyzetre törekedni. Az energiaszint, amit mint kulcsszóként említettem, általában magas, főleg a konfliktus elején, és valahol ez csúcsosodik, aztán utána ez úgy, mikor már kimerülnek a felek, egy picit lejjebb megy. Ez nagyon jó, ezt is fogjuk föl hasznosnak, de lehetőség szerint az építő, konstruktív megoldás felé vigyük el, tehát ez ne a dű, agresszió, támadás felé menjen el, hanem ezt az energiát a kreativitásba és a megoldások felé vigyük. Ha viszont egy alacsony energiaszintet tapasztalunk, akkor meg megfelelő motivációt próbáljunk meg, és éppen ezért van jelentősége az indítékok ismeretének, amivel ezt meg tudjuk tenni. A párbeszéd és meghallgatás, mint a viták ellenpólusa. Hallgassunk négy füllel. Tehát a tények mellett figyeljünk arra, hogy mi a mi kettőnk közti kapcsolat, mi lehet az az érzelem, ami azt az adott üzenetet adta az adónak, illetve vegyük észre azokat az üzeneteket is, amit elvárnak tőlünk, hogy mit tegyünk. És erre mondok egy példát, ha valaki visszajelez nekünk egy egyszerű mondattal, hogy háromszor kerestelek telefonon. Persze a hangsúlyon nagyon sok függ, hogy mindezt hogy mondja, és akkor már is levesszük a dolgot. Persze, háromszor keresett, mint tény. Háromszor keresett, ez azért némi szemrehányás, hogy fú, nem vagyok én neked fontos, tehát így a kapcsolati viszonyunk, ez mintha úgy tűnne, hogy nem jól működne. Háromszor kerestelek, elvárnám, hogy ugyan már hív vissza, tehát egy cselekvésre felszólítás is benne van, és egyébként meg csalódott vagyok, mert háromszor kerestelek és tojtál rám. A következő a párbeszédek meghallgatásánál a nézőpontoknak a tisztázása. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy bármiféle megoldásra jussunk, ismernünk kell mind a saját, mind a másik nézőpontját. Mit szeretne, mit akar, mit érez, ezeket jó tisztázni, és lehetőség szerint ezeket én üzenetekkel, és ne te és vádló dolgokkal kezeljük, mert az felhívás keringőre. A
következő pont az, hogy próbáljuk megtalálni a közös pontokat, hiszen ez egy kiinduló nulla állapot lehet, ahonnan tovább mehetünk, és találjuk meg azt, hogy mi az, amit nem vitatunk. Az érzelmek, mint következő kulcspont, ellenpólusa, illetve megoldás, az érzelmeknek a hűtése. Próbáljuk meg a tényeket, a racionális dolgokat elválasztani az érzelmi dolgoktól. Ugye mindenki nagyon jól ismeri, hogy ha gondolunk, feltételezünk, tehát látunk valami viselkedést, ebből némi következtetést levonunk arra, hogy hát körülbelül miről is lehet szó, és aztán utána belelovaljuk magunkat, hogy persze, mert ez azért van, hogy látom, hogy nem figyel rám, persze, mert igen, hülye, és egyébként meg dühös vagyok rá, mert én itt vagyok is. De az, hogy én esetleg unalmas vagyok, és ez őt nem érdekli, az föl sem merül bennem, akkor ez már nem egy szerencsés dolog. Célszerű, tehát ennek a lényege az lenne, hogy figyeljünk arra, hogy mind a viselkedésünk, a gondolkodásunk, illetve az érzelmeink, ha bármelyiket is így tudatosan figyeljük, hogy akkor mi is van, ezek egymásra hatnak és elindíthatnak egy kört. Ha képesek vagyunk ezt bárhol egy téves vonalon megszakítani, akkor már is sokkal objektívebben tudjuk a helyzetet kezelni. A tények, érzelmek, indítékok, minden egyébnek az elválasztására jó, illetve sok minden egyéb másra is, de erre is jó lehet a különböző nézőpontok behozatala. Most példának csak elmondom a hat kalapot, az öt szék módszert, a bármi egyebet, és nekem most összecsengett Juditnak a team szerepekkel való viszony, hogy egy-egy dolgot hogyan is nézhetünk. Érdemes megnézni érzelmi oldalról, tény oldalról, indíték, szükséglet oldalról, a ötletelés oldaláról, tehát a piros, fehér, kék, zöld, sárga, stb. Kalapokat, ha a fejünkre tesszük, és az adott témát így szemléljük, talán közelebb kerülünk, vagy kerülhetünk ahhoz, hogy megismerjük a másik gondolkodását, illetve közös megoldást találjunk. És ami még fontos az érzelmeknél, amit már egyébként is mondtam, hogy a valós okokra koncentráljunk. Nagyon sokszor, amikor tisztázunk dolgokat, kiderül, hogy nem is az az ok, amivel indítottuk ezt a konfliktust, lehet, hogy nincs is igazi konfliktus, valami áll problémán rágódunk, vagy azért van konfliktus, mert valami teljesen más indíték és teljesen más ok van. És a végén a konfliktus eszkalációjában ugye mi a szerepünk, hogy ezt állítsuk meg, stop. Ilyenkor érdemes figyelembe venni, hogy annak az adott konfliktusnak egyáltalán milyen következménye, negatívumai vannak. Érdemesebb belemennünk, milyen károkat okozunk akár magunknak, akár a másiknak és a környezetnek. És ebben nagyon jó, ha a saját helyzetem ment túl a másik helyzetét is meg tudom figyelni, át tudom élni, és még jobb az, hogyha valamilyen harmadik szemként így fölülről is képes vagyok nézni a helyzetet. És a végén pedig zárásként egy szerintem mindenki által jól ismert idézettel szeretnék zárni Dan Millmannek. A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének a képessége. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy minél kevesebb konfliktussal éljünk. Köszönöm.